megvan, hogy miért volt jó egy kis Pál élőben? Hát mi ugye játszottunk velük, az érdekes helyzet, hogy az utolsó turnéjukon három helyen is voltunk velük, meg ugye az utolsó koncertjükön a Szigeten, és ugye láttuk hátulról is, meg oldalról is, meg beállás közben is ezt az egészet, és hát szóval, hogy ott van, ami nagyon, nagyon össz... Tehát hogy szerintem a Lovasi meg a kis Pál András az egy olyan ilyen duó, ami szerintem 50 évente van tényleg, tehát hogy talán a Szörényi Bródi volt előtte szerintem ennyire ilyen koherens, vagy a nyilván más szélában a Cseh Tamás másik János, vagy Cseh Tamás Bereményi, miközben nagyon eltérő karakterek, tehát nyilván azért azt nem mondanám, hogy nagyon ismerem őket, de hogy valamennyire is merjük őket, és hát egészen döbbenetes az, hogy két ennyire eltérő személyiség a zenén keresztül mégis valami olyan harmóniában volt sok évig, hogy ez tényleg az is egy irigylésre méltó dolog. Amikor ti kimentetek, 45 ezer ember volt a Szigeten körülbelül? Hát rajtunk nem volt annyi, de mondjuk, mit tudom én, negyede a vége fele, vagy mondjuk a fele lehet, hogy már a legvége fele ott volt, de, jó, de mondjuk az én 20, nem emlékszem, ilyen traumatikus élmény nekem ez. Ezt akarom kérdezni, hogy amikor kimentetek 22 és fél ezer ember elé, vagy ott zenéltetek 22 és fél ezer ember elé, 9 évvel ezelőtt, az 20, az konkrét szó szerint 21 néhány éves volt ott akkor a zenekar, ugye? Szerintem igen, és marha jók voltak, szóval nem, szerintem nem, kár, hogy feloszlottak. De most én titeket kérdezlek, mint Esti Kornél, hogy az a... Megvan valami abból a találkozásból, ami egy ilyen több tízezres tömeg, és az a zenei zsáner, és mondandó, majd, hogy nem stadionrock méretű közönség. Az megvan? Mármint, hogy ez így, hogyan jött le. Hát mondom, nekem ez egy kicsikét ilyen nem traumatikus, mert nagyon jó volt az egész, meg nagyon ilyen szürreális volt az, hogy ez megtörténik. Onnantól kezdve, hogy a Lovasi fölhívott a koncert előtt fél évvel, hogy hát figyelj már, arra gondoltunk, hogy... És fogtam a telefont, ugye 19, mennyi voltam? Ez 10-ben volt, 21 éves voltam. Szerintem pont múltkor felemlegettük az Ágostonnal ezt a pillanatot, hogy így kb. Így elkezdtem így kiabálni, hogy Ágoston, ez most hívott a Lovasi úr, és így körbehívtuk egymást. Szóval, hogy az volt az első ilyen élmény, hogy amikor ezt így elmondta a Lovasi, így tök természetesen, hogy figyelj, gyertek játszani, elénk, lesz az a koncert. És akkor onnantól kezdve igazából egy ilyen olyan stressz szintbe került így az egész zenekar, hogy szerintem a koncert maga az egyébként egy kicsikét olyan volt, mint hogyha tényleg ilyen álomszerű volt. Eleve nem is tudtunk előtte aludni, tehát ilyen szempontból is volt egy ilyen furcsa érzés, és hát közben is hát tényleg az egyik legemlékezetesebb dolog az életembe is, meg szerintem a többiekébe, és ez egy ilyen nagyon... Az egy nagyon nagy dolog volt, és hát amiatt is, mert hogy nyilván mi ezt az egészet, amikor elkezdtük, akkor nem voltak ilyen terveink, hogy akár ezekkel az emberekkel majd megismerkedünk, ők valamilyen szinten látnak abban fantáziát, amit mi csinálunk, és hát azt gondolom, hogy nagyon sokat segített ez nekünk egyébként. Szerintem ott nem voltunk még közel sem, igazából szakmailag, meg emberileg fölkészültek arra, hogy ezt megéljük, vagy hogy mondjam, szóval, hogy most már sokkal inkább azt gondolnám, hogy helyén való produkciót tudnánk nyújtani, de hogy nyilván az akkor adott egy baromi nagy lökést, és azóta is azért emiatt is nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy ezt meg lehetővé tették nekünk. Az kiderült, hogy miért? Hát, de hogy ez vicces, mert aki ismeri egy kicsit a Lovasit, azt szerintem tudja azt, hogy ő nem egy ilyen érzelgős csávó. Tehát, hogy mondom, körülbelül ennyi volt, hogy amikor meghallgatta azt a demót, amit mi nagy izével megcsináltunk, hogy jaj, itt van egy izé, hallgass meg,
akkor mit tudom én, fölhívott mást, hogy figyeljetek, ez nagyon szarul szól, ez vannak jó számok, újra kéne venni, és tudod, így mondja, hogy újra kéne venni az első lemezünket, amit mit tudom én, tök sok pénzért valahol felvettünk itt, tök random begoogliztunk egy stúdiót, oda mentünk, tényleg elég szar lett. És hogy aztán mondta, hogy figyeljetek, én lehet, hogy ki is adnám, de hogy akkor újra kéne venni. És akkor, de ő szerintem így megdicsérni minket, soha nem dicsért meg, és ez valójában nagyon fura is lett volna. De hát nyilván ezek a gesztusok, szóval ezek sokkal többet számítottak, mint hogyha azt mondta volna, hogy jaj, nagyon ügyesek vagytok, srácok, ti vagytok a jövő kispálya, igen. Én bennetek látom, ez egyáltalán nem mondott ilyet, inkább a kritikáit mondta el, és szerintem sokkal többet ért akkor is, meg egyébként azóta is. Én el szoktam neki mindig küldeni, hogyha valamit csinálunk, és akkor mit tudom én, inkább azt szokta megjegyezni, ami nem tetszik neki, és akkor abból így tanulunk tök sokat tényleg. De ez jó pedagógia, működik? Hát én szeretem azt, hogyha kicsit az ennél így megsimogatják az ember. Hát, de szerintem egyrészt az van, hogy most nem, tehát, hogy nem arra van szüksége egy rockzenésznek, hogy egy másik rockzenész simogassa, hanem inkább arra van szükség, hogy a rajongók simogassák, arra sincsen szükség. Nem, inkább egyszerűen az van, hogy van egy ilyen respekt valaki felé, akinek tényleg nagyon adsz a szavára, és ő van annyira jó fej, önzetlen, hogy elmondja és időt szán erre. Nyilván az, hogy a lovas kiadja a lemezedet, az egy olyan gesztus, amit utána nem kell magyarázni azzal, hogy srácok, tök jó ez a zene. Tehát, hogy ez nyilván, igen, ez nyilván azt jelentette, hogy ő azt gondolja, hogy ez méltó arra, hogy mondjuk megmutatódjon több embernek. És egyébként azt is gondolom, hogy tehát nekünk erről a dologról tényleg le kellett szakadnunk időben erről a Lovasi fiókái címkéről, mert ez nyilván ez a lovas is sem ezért csináltam, meg ez nekünk is igazából, nekünk sem ez volt így az, hogy most akkor ez legyen innentől kezdve, hogy mi vagyunk azok, akiket nekinek kiadta az első lemezét. És azt hiszem, hogy egyébként ez talán így az idők során ez alakult is annyit, hogy most már inkább, hogyha így néha találkozunk, akkor így poénkodunk egy kör, de már nincs ez az ilyen tanár-diák viszony, hogy jaj, ott a lovasi, akkor kérdezzük meg, hogy szerintem mi volt a rossz, vagy jó, hanem nyilván mi is egy kicsikét már így bele nőttünk ebbe a kis kádvíznyi, ilyen magyar, nem tudom, zenei valamibe. Jól van, akkor köszönöm szépen, mert csak bocsánat, azért van itt, mert időt nézünk, mert utánunk jön a Gorillaz, vagy Los Orangutanos. Azt kérlek, segíts, Domi, mondd el, hogy a B oldalban mit kellett volna másképp csinálni a Lovinak. Ezt én mondjam meg. Hát ez elég nagy képű lenne azért. Szegény szőkített nő az, ami ugye ilyen nagyon ilyen lesajnált sláger lett, de én még azt is nagyon szeretem. Úgyhogy jó. Ja, ez, hogy naphoz holdal, hát szóval ez egy félreérthető, mert én is úgy értem, hogyha kimondom, hogy naphoz holdal, hogy naphoz holdal. De ahogy olvastam a könyvébe, ez a kis félrehallás, ez nem zavarta, sőt, ezt nagyon szerette, úgyhogy a forradalmár az annyira jó, az nagyon jó lesz. Arról eszembe szokott az jutni, amikor viszonylag sokat mozogok ilyen civil közegben, és tényleg, amikor minden egyes héten így megtervezik azt, hogy majd hogy lesz jobb ez a világ, és akkor mindenki előadja nagy koncepcióját, és hogy nekem ez a szám tökre erről szól, hogy vannak ezek a... Szóval ez egy ilyen nagyon, nekem ez például egy nagyon gunyoros szám, és ezeket az ilyen láng lelkű, ilyen váltesszerű, ilyen iránymutató látnokokat figurázza ki, akik azt hiszik, hogy forradalmat tudnak csinálni. De szerintem ez nem ilyen egyszerű, és... Ez a szám nekem tökre ilyesmiről szól. Elképesztő, mekkora slágerparádéz a lemez. Ugye csomószor úgy hallgatja az ember a kedvenc zenekarait, hogy csak mit tudom én, benyomott ilyen, mi ez a playlist, vagy na. Spotify-on van ez, amikor így benyomod az előadót, és akkor így nyomja, nem tudom, mi a neve.
Az, igen, kösz. És szóval, hogy akkor így el, úgy nem gondol bele az ember, hogy, hogy basszus, ezek egy lemezen, és a legelső lemezen tömörülnek ezek a számok, amik közül szerintem mondjuk a valószínűleg a Macskát, meg a Holdutazást leszámít, vagy akkor az összes Kispál koncerten, mondjuk a mondjuk még az utolsó időkben is szinte ezek mind stabil koncertdalok voltak. Amit pontosan azt most már mi is érzünk, hogy ez mit jelent, amikor mondjuk van nekik, mit tudom én, hány Kispál, 10-12 Kispál lemez is, lehet, hogy még több is van, nem tudom, nem vagyok sajnos ennyire pró, de hogy ezek olyan számok, amik tényleg azért is maradtak ilyen stabil koncertszámok, mert hát iszonyatosan erős, meg kedvelt slágerek, és hát durva, hogy az ember így meghallgatja, és így basszus, ez is ezen van, mert ugye kicsit összefolynak így az évek, főleg a korai Kispál időszakban, most melyik lemez, de hogy szóval nekem az az érzésem, hogy ez hogy így egyszerre kigurult ennyi sláger, mondjuk egy trióból, az szerintem eleve nagyon, nagyon különleges, meg ilyen ritka. Most mit lehet mondani? Hát rohadt jó az egész. Tehát ugye tényleg annyira vagány az egész. Tényleg. És mondhatnék ilyen nagy elemzés, de hát ez rohadt jó, tényleg. Valahogy annyira ösztönösen király ez a lemez, meg annyira true az egész, és annyira ilyen, tényleg ahogy írtátok az eseménynek a leírásába, hogy ilyen definitív, tehát hogy ilyen egy új paradigmát hozott szerintem is így a magyar zenébe, meg az akkori időszakban még biztosan, de még nekem is, tehát hogy most hallgatom most ezeket a számokat, és hát csomó mindennél sokkal frissebb, komolyan, tehát hogy így egy csomó mai zenénél sokkal ilyen közelebb van az egész mondjuk hozzám, meg szerintem mindenki ez, akik itt vannak, úgyhogy ilyen meghatottság, nyálas izéjét hallgathatott tőlem, úgyhogy nem tudok más mondani. Tényleg. Nem is kell, pont a nyárra akartam rá kérdezni. Van egy interjú a Ösztönösen király, True, ezt mondtad? Igen. Ezt mondtam? Ezt mondtad. Ezt mondta? Ugye? Ösztönösen király, True. Hát ez gáz. Nem, szerintem ezek überérvek voltak. Überérvek? Szétadták? Überérvek. Viszont van egy kiváló kiadvány, ezt szeretném itt promotálni, az a címe, hogy pont Újbudai Kulturális Magazin. Van benne egy nagyon jó interjú a Karamellel. Is van egy jó interjú, de a Karamellből szeretnék idézni. Fölteszi neki a kérdést az újságíró, aki egyébként a lemezjátszó estek egyik szervezője, Várshogy Német Péter, aki a Pikniknek a MC-je is egyben. És arra vonatkozik a kérdés, és csak ide szeretnék kiukadni, hogy arról kezdenek beszélni, hogy van két nagy tábor a zenében, a mainstream és az underground zenei szcénáról beszélve, az underground dalszerzők kiállnak azért, hogy nem üzennek, a fősodorbeliek pedig fontosnak tartják, hogy legyen direkt üzenet. Ez Amerikában is, itthon is így van. És akkor megkérdezi Péter, hogy ő hol van ebben a koordinátorrendszerben. És most megkérdezem tőle ezt a koordinátorrendszert, amivel egyúttal ugye azt is kérem, hogy próbáld valahogy elhelyezni magadat. Persze ez lehet, hogy egy hamis dilemma állítás, de mégiscsak egy olyan tengely, ami egy alkotói attitűdöt legalábbis jelezhet számunkra. Hát valószínűleg itt egy kicsikét, ami furcsa ebben, azok a fogalmak, amiket használ ez a kijelentés. Mert hogy szerintem, tehát, hogy ha attól mainstream valami, mert népszerű, vagy attól mainstream valami, mert commerce, az azért nem, az nagyon más. És ebben az értelemben nyilván szerintem akkor hiteles bármi is, hogyha az ilyen komerciális szempontok egyáltalán nem játszanak szerepet a születés, tehát a dalnak, a születésének a pillanatában. Szerintem egyébként azokra is vonatkozik, azokra a mainstream dalokra, amelyek mondjuk jók. Tehát, hogy szerintem ez egyszerűen átüt a dalon, hogyha hamis, hogyha azt érzed, hogy abban vannak ilyen mesterkélt elemek,
És azért van egy-két, szerintem azért lehetne mondani példákat, hogy iszonyatosan híres és jó számok, és teljesen azt érzem, hogy hiteles, és vannak olyan undergroundnak mondott, vagy undergroundba tartozó dalok, mondjuk abban az értelemben, hogy ilyen, mit tudom én, a zenei értelemben nem az ilyen mainstream elemeket használó, amik meg szintén mesterkéltnek, és erőltetetnek, és hamisnak hatnak. Úgyhogy szerintem, hogy valójában ezt az ilyen szétválasztást, ezt a mainstream underground dolgot, ezt főleg 2019-ben szerintem ezt így el lehet engedni. Akkor átfogalmazom a kérdést. És egyébként, bocsánat, csak hogy a Caramel kapcsán volt egy kis nevetés, hogy szerintem pont hogy mondjuk én nem ismerem nagyon a munkásságet, de hogy amikor ő így énekel, azt egyébként én azt például úgy elhiszem. Miközben egyébként azok a dalok, amiket énekel, azt hiszem, hogy ezek tényleg nagyon távol vannak az én ízlésemtől, viszont hitelességi problémát például nála nem érzek, míg mondjuk lehet, hogy hozzám stílusban, vagy a mi zenénkhez, vagy az én ízlésemhez közelebbi zenekaroknál meg vannak olyan pontok, amikor... Kire gondolsz? Hát ez nem, most így igazából nem is konkrét, nem is jött eszembe, de hogy ez csak úgy egy érzés, tudod? Szóval, hogy így nem ezen múlik szerintem, hogy mondjuk egy pop énekes, vagy nem is tudom, a Caramel minek számít, milyen R&B énekes, vagy nem tudom micsoda. Hát szerintem a Caramelnek számít. Igen, de hogy ez szerintem tök fontos, hogy így mondjuk, de ezt ő mondta, vagy ezt a riportot? Hát összemixeltem a kérdést, a válaszra, de nagyon jó jön ki ebből a koordinátorrendszerből, mert azt mondja, hogy én nem akarnék választani, hanem inkább megmutatom magam nagyon nyíltan. A szerelmet, a hitem, a fájdalmam, a bukást. És ezt próbálom valahogy kezelni. És akkor erről beszél, hogy ez hol nyílt, hol jobban egyértelműbb, hol kevésbé egyértelműbb, de egy ilyen önmegmutatásról van inkább szó. És oda akartam csak kiukadni ezzel, hogy nagyon sok, hogy mondjam, tehát abban a zenei szcénában, amit mi undergroundnak hívunk az elmúlt másfél évtizedben mondjuk, vagy kettőben, abban határozott van egy olyan attitűd, ami arról szól, hogy nem üzenünk. Nem beszélünk arról, hogy egy dal születése kapcsán mi volt bennünk, vagy esetleg az alkotó mit szeretne, mert az valamilyen oknál fogva tabu, tehát ebből az értelemben nagyon érvényesnek érzem ezt a kérdést. Ja, hogy így. Aha, ez így más szféra. És tovább szőném, amikor az ember fiatal magyar zenészekkel beszélget, akkor nagyon sokszor jött az elő, hogy miért angolul énekelnek, miért magyarul. Nincs semmi baj az angolul énekléssel. Az a kérdés, hogy a magyar az anyanyelvű vonal miért hiányzik. És akkor nagyon sokszor jön fel az néhány, hogy mondjam, bizalmi szint után, vagy egy backstage-ben koncert után, ugye, hogy Lovasi után mit érjek, egy Kis Tibi után mit érjek, vagy Adam István, ugye, egy olyan könnyű zenénk van, amiben ilyen szövegírók vannak. Csak azt akarom mondani, hogy ez a hagyomány, amit itt hallottunk, és amit te nagyon szeretsz, meg sokan nagyon kedvelünk, az valójában annak van egy ilyen példaértéke, ami egy faktorában még nyomasztó is tud lenni akár, legalábbis visszatartó abban, hogy egyfajta fogalmazásmód megmaradjon. Beszéltem olyan magyar dalszövegíróval, nem fogom elmondani, hogy ki, de abban nagyon jó, hogy férfi érzéseket énekel meg. Tehát kifejezetten érzéseket énekel meg férfiként. Egy kúrens zenekar egyik tagjáról van szó, és ő mondta, hogy ő azt tapasztalja, hogy ebben például a Kispál szövegek, főleg a korai Kispál szövegek, avval, hogy a saját érzésüket, és akkor itt akarnám az önmegmutatást behozni, nem egy idézőjelbe teszi, hanem 12-be, és már felismerhetetlen majd, hogy nem a jelenség, és ugye itt jönnek a szürreális dolgok. Tehát nem detektálható mondjuk egy érzelemről való beszéd, vagy dal. Szóval, hogy ez van egy ilyen örökség. Ezt egyrészt te tapasztalod-e, másrészt te miért nem estél ebbe bele? Mert hogy nálatunk meg pont van egy ilyen nagyon jó értelmű, direkt megfoghatósága, plasztikussága a dalszövegeknek. Hát igazából szerintem nagyon egyszerű, nem működik ez a dolog, vagy legalábbis. Szóval, hogy igen, vannak ezek a hagyományok, de hogy
Szóval, hogy ez jön. Tehát tényleg, szóval, hogy ez ennyi. Tehát, hogy így, ha születik egy szöveg, akkor nem gondolkodok a idolokon, vagy az elődökön, vagy amikor egy dal készül, az egy ebből a szempontból egy ilyen nagyon kis atomizált valami. És szerintem ez így, tehát hogy ez, szerintem ez így, nálunk ez így jó, vagy így tud működni. Tehát, hogy mondjam, ezt nyertem, ezt az érvet, hogy a Lovasi, meg a Kis Tibi, meg a Bércesi Robi után nagyon nehéz magyar szöveget csinálni, csak hogy szerintem aki, szóval ez nem egy verseny, vagy nem egy, tehát ez nem forma egy, szóval nem az van, hogy valaki gyorsabban ment, és akkor ő az első, hanem egyszer akarsz-e, tehát hogy akarsz-e magyar szövegeket írni, vagy angolul akarsz írni, szerintem ez egy ilyen, tehát szóval egy másik szinten van, ha azért nem akarsz magyar szöveget írni, mert félsz attól, hogy nem tudsz olyan jót írni, mint a Lovasi, akkor szerintem rosszul állsz hozzá ez az egészhez. Szóval ez nem egy verseny, ez ugyanolyan, hogy nyilván mi is elindultunk, főleg régen ilyen tehetségkutatókon, de hogy mindig abból a célból, hogy megmutassuk magunkat, és soha nem azért, hogy azt a másik zenekart legyőzzük. És ebből a szempontból most azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen álságos vagy álszent beszéd, mert hogy ti is biztos méritek magatokat más zenekarokhoz. Olyan szempontból nyilván az ember figyelgeti, hogy a vele egy korosztályban lévő zenekarok, vagy a vele egy időben indulók, azok most nem tudom, mennyire népszerűek, ez egy érdekes dolog, de hogy az, hogy ez a fajta ilyen rivalizálós logika, ez mondjuk a kihasson az alkotásra, szerintem ez egy nagyon nagy tévedés. Egyetértek. Csak a teszedből jobban hangzik. Mert úgy true. Ezt nem nagyon szoktam használni, ez, hogy true egyébként, szóval ha, ez amiért van, ez a harba vagyok. Nem. Annyi még ehhez a dologhoz, hogy nem lehet az egyébként egy probléma, hogy az önmegmutatásnak van egy kockázata? Hát de, nagyon is. Hát ez egy másik dolog, tehát hogy az, annak nem az a kockázata, hogy rosszabb leszel, mint a Lovasi, hanem az, hogyha szerintem úgy csinálod, ahogy kell, vagy ahogy érdemes, akkor tényleg hát egy olyan szférádat mutatod meg a sok embernek, jó esetben sok embernek, vagy ami igen, ami nagyon intim. És ebből a szempontból ez egy kockázatos dolog, és nekünk is volt már olyan, amikor ez kiderült, hogy ez, nem tudom én, szóval, hogy ennek vannak veszélyei is, vagy hogy ennek van abból a szempontból felelőssége, hogy más emberekre sokszor ezek elég komoly hatással vannak. Mondjuk egy olyan szöveg, ami olyan problémákat érint, ami sok embernek nehezen feldolgozható. Ugyanúgy, ahogy nekünk, csak mi dalokba valahogy ezt így bele tudjuk csatornázni. És hát ez egy, volt már, hogy ez komoly lelki, ilyen ismereti kérdést, vagy lelkiismeret furdalást okozott, vagy legalábbis elgondolkozott azon az ember, hogy így a művészeti szabadság meddig terjed, és mindig az jön ki az egyenlet végén, hogy ez szava, hogy bocs, de hogy erről nem tehetek. Szóval, hogy én azt megírom, amit gondolok, és utána az, hogy azt ki hogyan értelmezi, vagy ki hogyan értelmezi félre, vagy abban mit lehet bele, arra egyszerűen nincs ráhatásom, és szóval emiatt nem szabad, hogy az ember korlátozza magát. Miközben egyébként tényleg van benne kockázat, mert mint hogy félre tud menni, és ebből a szempontból nyilván biztonsági játék az, hogyha mondjuk a szövegek azok nagyon el vannak távolítva, viszont szerintem ez pont, hogy a Lovasékra nem igaz. Tehát meghallgatjuk ezt a lemezt, hát ebben annyi minden ott van, és töri a sósat a tévéhez. Szóval, hogy például ebben a sorban nekem benne van az, hogy ülünk otthon kis kölyeként az Ágostonnal, és este van, és otthon van az egész család, és mit tudom én, dumálunk, vagy tévét nézünk, és esszük a ropit. És ez annyira, ez a töri a sósat a tévéhez, ebben így benne van rohadt sok minden, ami nekem például ilyen érzelmileg fontos. Szóval az, hogy most hát szerintem a Lovasira ez aztán végképp nem igaz. Ahogy a hangszíne, amilyen, ahogyan előadja, hát hogy szerintem abban sokkal több érzelem van sokszor, mint hogyha valaki ezt így leírja, hogy annyira fáj. Tehát, hogy nyilván ez könnyebben kódolható, de hogy ettől valaki, hát nem tudom, jobban kitárulkozna-e, mint a
Lovasi, vagy ez nem tudom, ez ilyen. Várjál, mondok egy másik. Azt nem gondolom, ez sem. Mondjuk boldogság, te kurva. Ja. Esti Kornél. Igen, lehet, de például a boldogság, te kurváról is azt gondolom, hogy ez 2011-ben úgy éreztem abban a pillanatban, hogy ezt így kell leírnom, 2019-ben meg lehet, hogy már nem így írnám le. Na, ez például nagyon izgalmas. De ez, igen, ez egy izgalmas dolog. Ez nagyon izgalmas, mert ahogy te ezt leírtad, és ahogy előadod, azok, hogy mondjam, azok nagyon erős pillanatok, meg általában a szövegeid, benne vagy, vagy így jön ki. Ami benne van. Ebben a szempontból az önazonosság szerintem megvan, de ez egy másik kérdés, és ez fölismerült, hogyha 91-ben mondjuk létrejön egy album, és 29 évvel később ugyanezt látod újra játszani egy színpadon, ezzel az élménnyel, és az önazonosságot kérdezed, akkor az mennyire tud, mennyire kihívásos ez a típusú önazonosság? Hát szerintem ez tényleg egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye most azt mondtam, hogy ezt lehet, hogy ma már ugyanezt az érzést nem így írnám le. Csak hogy szerintem ez pontosan egy olyan műfaj, legalábbis akkor, hogyha te utána koncertezel ezekkel a dalokkal, tehát hogyha nem csak úgy működsz, mint mondjuk a Beatles az utolsó X évében, hogy lemezeket csinálunk, de nincs koncert, ugye akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen van egy lenyomat, egy pillanat lenyomat, és akkor azonnantól kezdve nem kezd el tovább így élni a koncerteken, hanem az akkor így ott van a lemezen, és akkor azt meg lehet mindig ugyanabban a formában hallgatni. Viszont ugye ez a műfaj, ez hozza magával, hogy sokszor olyan dolgokat idézel föl jelen időben, amik sokszor 9-10-20 évvel később történtek, és ez egy nagyon érdekes játéka szerintem az emberi agynak, vagy így az emberi léleknek, vagy ennek a kettőnek így a közös összjátéka, hogy valahogy le tud fordítódni a jelenedre a saját szöveget, ami akkoriban egy adott kontextusban megszületett, és ma már sokszor, amikor mondjuk ugye a Boldogság, te kurva eleve nem is éneklem, hanem ugye az Áron énekli az Esti Korné koncerteken, inkább a Lázertes sok koncerten szoktunk sok Esti Kornélt énekelni, mi Ágoston meg én ugye ketten. És hogy most például volt múlt héten pont egy koncertünk, és ugye énekeltem a Boldogság, te kurvát, és tök érdekes, hogy most ahogy erre visszagondolok, tehát hogy egyszerűen olyan élmények jöttek elő, amik aktuálisak és nem jók, és vagy közelmúltbeli történések, és akkor azok vannak abban a szövegben. Tehát a Boldogság, te kurva akkor szólt valamiről, egy adott kontextusról, és most egy hasonló dologba ágyazódik az ott abban a pillanatban, mondjuk így a fejembe. De is egyébként az is igaz, és ezt egyébként a Lovasi, azt hiszem, ő is mondja a könyvében, amit ugye a Lévei Balázsral csináltak, hogy sokszor egyébként benne vagy a dalba, és nem is gondolk, nem is, tehát hogy így, minthogyha te... Én nem vagyok ilyen ezoterikus ember, de minthogyha így átfolyna rajtad valami, ami abban a pillanatban nem biztos, hogy ezt tudatilag felfogod. Tehát elénekled a dalt, és valamilyen állapotban vagy. Szóval nem mindig van az, hogy ezt szerintem így az előadó az mindig ezt így tudatosan meg tudja mondani, hogy ezt most, amit 91-ben írtál, azt most akkor hogy érted? Nem, csomószor ez nem fogalmazódik meg, és egyébként szerintem ez egy klassz dolog, mert ez egy ilyen varázslatos dolog, de nyáros szó ez. Ez egy ilyen rejtélyes dolog, egy ilyen valami misztikus dolog.